Szevasztok, Rikári vlog. Nincs sok időm, van még egy 10 percem, nem tudtam videózni. Úgyhogy most így a kettes villamostól csinálok egy ilyen körbetekintőt. Egyrészt itt az ipari csuklóssal megérkezünk a közvágóhídi végállomásra. Másrészt megnézzük Pintőke kollega természetes élőhelyét. Egyebek tekintetében nem volt időm a napokban videózni, úgyhogy most csinálunk egy ilyen ipari csuklós kettes villamos körbetekintést, meg egy ilyen közvágóhídi körbetekintést itt a maradék 10 percemben. Rohadt korán keltem, és most ez lesz a ma reggeli program. Éppen megérkeztünk a végállomásra, leszállnak az utasok, és akkor megnézzük a hogy becsukódott az ajtó, és akkor megnézzük itt a ipari csuklós körbetekintést. Nézzétek meg, kettes, ezzel utaztunk egészen az elejétől a vége állomásig. Itt egy másik ipari, ugye itt járnak az iparik, mert itt járnak. És akkor mögöttünk jött a következő kettes, már az is beérkezett. Volt egy icipici késés. Ott fönt megy a Railjet. Hát sajnos ma nem utazunk Bécsbe, hanem itt fogunk leledzeni a közvágó hídnál egy órát, és utána pedig megyünk a hivatalba, az irodába. Ott megy a 23-as busz, azon már nem közlekednek Ikaruszok, meg az összes többin sem. Csak a trollinál járnak még Ikaruszok, és akkor itt vagyunk a közvágó hídon, mint hogy említettem. Itt található a jegyeket, bérleteket, egyébként három vágánya van közvágóhídnak, de vasút szakmailag Zsolt sokkal precízebben elő tudná ezt adni. Ott van egy ilyen tároló, félreálló vágány, ott szokott állni a központi tartalék, és két ilyen két villamosnyi vágány pedig, hogy egymásra rá tudjon állni a 2-es meg a 24-es, mert elég nagy itt a forgalom időnként, és akkor ott a kuckóban ott állítgatják a váltót, és Zsolti meg ott szokott kávézni. Ott pedig a narancssárga Barkács áruház található, én pedig itten mindjárt jövök a dolgomra. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt a kis kurta vlogot megnéztétek. Én pedig itt nézegetem a villamosokat egy órán keresztül. Sziasztok! Csüssz!